Queridos espectadores, bienvenidos a todos a la retransmisión madrileña de las finales europeas de LCS. Hoy, el Unicorns of Love combate con el grupo Fnatic. Yo soy Arvil y mi compañero para el primer partido será Pierce. Queridos técnico. ¿Dónde está? Un momento. Ah. Yo, Hang, yo. Jó. Isten, valamelyik kretén spanyolon hajta a nyelvet, hát ezt nem hiszem. Elnézést kérünk minden kedves nézőtől, üdvözlünk minden egyes magyar nézőt a mai nap folyamán. Unicorns of Love fog játszani a Fnatic csapata ellen egy BO5-ös összesítésben, és három nyertes meccs szükséges ahhoz, hogy valamelyik menjen az LCS, és rakat pontot vigyen majd a világbajnoki összesítés bekerüléshez. Szám szerint ugye 90-et, mert hogy az első helyezett nem úgy, ahogy majd a nyári szériában, egyből ugyan nem kvalifikálja magát ugye a világbajnokságra, viszont 90 pont megszerzésével elég a nyári rájátszásban negyedik helyet bezsebelni, hogy második helyen stabil továbbjutóként szerepeltethesse magát az adott csapat. Nagyon szép estét kívánunk minden kedves nézőnek, méghozzá honnan? Hát Madridból, ja, igen. Na jó. Lassan ugye megyünk befele a bajnokválasztásba. Nagyon-nagyon sok gondolat volt arról, hogy mégis hogy alakult majd ki a mai nap folyamán ugye a meccs. Tény is való, hogy a Fnatic nagyon sokszor ugye volt már meglepetés kategóriában. Huni egy vadállat. Őt valahogy ki kell aknázni a Unicorns of Love-nak ahhoz, hogy megfelelően tudjuk majd büntetni az egész Fnatic csapatát. Ugye mi abszolút pártatlanok vagyunk, teljesen véletlenül csak belefejeltünk pár rózsaszín cucliba, és... Meg nem tudtam volna mondani, hogy kinek szurkolsz. Te se, én se. Amit igen. Queridos espectadores. Na jó! Viszont, amit elfelejtettünk, nagyon szeretnénk megköszönni minden egyes nézőnek, legyen az on vagy offline, moziban, Pesten, vidéken, kocsmában, akárhonnan is nézitek az adást, nagyon-nagyon szépen köszönünk előre is minden megtisztelő figyelmet, és jó szórakozást az estére. Így van, mindenképp, minden egyes egyszerű egy-két készre szüksége lesz minden egyes csapatnak, de legfőképp a Unicorns of Love-nak, hogy szurkol érte minden kedves magyar néző, és hogy arról is mondta, én is minden egyes embert üdvözlök, aki akár moziból, kocsmából, otthonról, barátnőjével, barátjával, utcáról, ahonnan csak nézi fel, a templomból is nézheti, de szurkoljon, és ott vannak a tiltások. Bizony, a tiltásokon már ugye átestünk, amíg beköszöntünk. A Fnatic megfosztja a Unicorns of Love csapatát Cassiopeiától természetesen. Szóval Power of Evil kezei közül lett ez a karakter kiragadva, és két támogató játékost is tiltanak. Tehát a felső ösvényt ők szinte teljesen szabadon hagyják, ezzel szemben a Unicorns of Love ugye Zedet, LeBlanc és Hecarimot tiltotta. Tehát a Hecarim az egyetlen olyan karakter, ami a felső ösvényt célozza, három lett ugye a középső ösvényről likvidálva, és mivel Morgana, illetve Annie ki lett szedve, elhozzák Yellowstar-nak a Thresh-t, ami bent maradt így támogató játékos, viszont Lulu. Nem nagy Hillisang, illetve Hillisang nem nagy Lulu játékos, de neki adott esetben még a Janna is ott lehet egy civil mellé. Ő még tegnap kicsikét satszolgattam arra is, hogy akár a Leona választ is lehet újra előhozni a Hillisangnak. Volt azzal nem esett, és nem is egy olyan meccs, ami igazán megmutatta, hogy ki lehet úgymond totálisan bíníteni, akár egy teljes lövész, vagy egy mágus tudja a Leonának a három érkező CC-je miatt. Tehát még a Leona sincs kizárva a Hillisang kapcsolatban, mert nála már láttuk, de Yellowstar és Hillisang miatt úgymond az Annie párbajt és a Thresh párbajt próbáltuk volna felfedezni, úgy most vártuk volna, viszont a Thresh-re már rárakta a mancsát Yellowstar. És ami kifejezetten érdekes lehet, ugye a dzsungeles választás a Kikisnek, láthattunk már nem egyszer ugye tankos dzsungelest az ő kezében, Sion-tól kezdve mindenféle karaktert kipróbált már ő is, és Gragaszt hozza el elsőként a Unicorns of Love, azt a karaktert, aki a jelenlegi változtatások után talán a legerősebb tankos dzsungeles, a passzívjának köszönhetően, illetve nem csak harcot kezdeményezni, de ugye beszüntetni is lehet vele, kicsit hasonlóan működik adott esetben, mint Janna, és megvan a Sivir is emellé, ugye Sivirnek az ellenfele pedig már látjuk, hogy Kalista lesz, ami egyelőre Thresh lámpásának formájában megfelelő védelmet is kaphat, de kíváncsian várom, hogy ez elég lesz-e.
valami fenomenális a bajuszod. Ezt még elfelejtettem mondani, nagyon csinos vagy benne, és egyre jobban tetszel. Na tehát, Kikisznél ugye jelen pillanat Ragaz Jungle van, ami már tuti biztos. A Kalista thrash bedobása az tutter és frutter. A kérdés az, hogy milyen támogatóját, és még mindig az a kérdés, hogy mit hoz majd Hirisang, és akár lehet egy Braum is Hirisang kacsujába, amit ha bele is gondolunk, totálisan le tudja védeni az egész csapat, és a Maokai betonfal pedig érkezik a felsősvéne a magyar játékoshoz. És azt se felejtsük el, hogy jelen pillanatban nem csak hogy a thrash kezdeményezéseket, de adott esetben Kalisztának minden egyes dárdáját le lehet védeni Braumnak a pajzsával. Ha akár Braum, akár Gragas, de akár most már a felsősvényre érkező Maokai az, aki a dárdáknak a jelentős részét el tudja nyelni, ők komolyabb sebzést, főleg a játék későbbi szakaszában nem fognak elszenvedni, és látszik egyébként, hogy a Fnatic csapatának egy kicsit fejtörést okozott ez a Braum, mert hogy most azért elég csúnyán meg kell válogatni azokat a karaktereket, akikkel stabilan be lehet nyúlni majd Braum pajzsa mögé, és nem teljesen egyértelmű, hogy a középső, illetve a felső ösvényre mit lehetne hozni. Ugye Fizz is még bent van, Maokai ellen esetleg Sion is elérhető, de ezek elé a karakterek elé is ugyanúgy be tudnak állni ezek a Gragas Braum Maokai kombó. Hoppá! Azért az elég merész válasz, és elég durva. Igazából a Vladimir is azt mondja, pont egy jó két olyan karakter, amit valami rohadtul nehéz lesz elkapni, elcsípni, vagy mikor az a flapnak. Viszont Pavel-ről Fibből-ön van a válasz, és a LeBlanc tiltás miatt ugye egyrészt Febiventől sem, a LeBlanc állatoktól sem, és Power of Evil-től sem fogunk látni LeBlancot, amit én személy szerint annyira nem is nagyon kedvelek nála. Szóval az Orianna választása a sorsdöntő lehet, de ne felejtjük el, hogy amíg Kassadin össze-vissza ugrál, és akár a pocsolya használata, a Vladimir is megfelelően tud majd kijebb mozdulni, és esetleges csapatküzdelem elején, végén vagy közepén elgondolkodható lesz. 25 másodperc van eldönteni Power of Evil-nek, hogy mi kell neki a középső esmére. Az biztos, hogy a teljes széria alatt két ösvényre kell majd árgus szemekkel figyelni, az egyik a középső, a másik az alsó. Egyrészt a középső ösvényen csatározik egymással, ez egy AP vírus! Ez egy AP vírus! Nem is lehetne más, mint a Unicorns of Love. Ki nincs még egy ilyen csapat, aki azt mondja, hogy na jó, várjál. Jön a kérdés. Kassadin ellen lesz ő középen. Gragas, illetve Braum és Maokai önmagában hordozhat elég mágikus sebzést a játék későbbi szakaszaira. Megkockáztatom, hogy Power of Evil nem AP vírust fog játszani, hanem dupla HD-t játszik a Unicorns of Love, és mivel Kassadin az ellenfél, aki tudnak adott esetben kergetni egy Korkit is, Korkinak pedig a sebzésének a jelentős része szintén mágikus, amit ugye ezt a karaktert szokták még a középső ösvényre választani, és a Luden visszhangjával, illetve hármasság hatalmával, a rakétákkal tudja főleg a sebzést bevinni, ez valószínűleg AD vírus lesz. Tehát kettő darab lövésszel játszik a Unicorns of Love Kassadin ellen. Érdekes az, hogy minél inkább a játék vége fele fogunk haladni, megint a Unicorns of Love felé fog dőlni majd ez a bizonyos mérleg. Teljesen, a Maokai is. A két fős varázssebzés karakter választása önmagában elég jóló. Tehát nem a legjobb választás már csak azért, mert viszonylag hamar sikerült elegendő védelemmel felötvözni minden egyes játékosát a Unicorns of Love-nek, és ha az megtörténik, onnantól kezdve a lövészek szétszedhetnek bárkit, de azért ne ugorjunk először bele a mély vízbe, mert a Power of Evil azt mondja, hogy hozok én egy jó varázssebzést és várusz, akkor lehet, hogy mindenket le fogunk itt főni, mint a reggeli kávé, de valószínűleg két lövész várható a Unicorns of Love-tól. Hát a Unicorns of Love csapat felállására, hogyha rávetünk egy pillantást, akkor teljesen egyértelműen a harcokra fektetik ők a hangsúlyt. Varusnak a kezdő tárgyából egyelőre nem lehet megmondani, abból viszont már igen, a rúnái és a mesterségei is arra utalnak, hogy nincsen nála varázssebzés. Tehát akkor két lövésszel fog játszani ezen a mérkőzésen a Unicorns of Love. Ennek pedig ugye az lesz az eredménye, hogy a harcokban egy Maokai helyhez kötés alatt, ha érkezik, akár Braumtól még, akár Varustól a lefogás, akkor Kassadin megölhető még mielőtt helyváltoztatásra képes lenne, de ugyanez még inkább igaz Kalisztára is. Egyetlen egy karaktert fognak tudni Yellow Star lámpásával kimenteni, ha a másik célpont befejezhető, akkor megvan, meg lehet a csata. Közben Rainover ülként a bokorban, hogy őrszalett már helyezett ki a Unicorns of Love arra, hogyha a Fnatic csapata valamilyen szinten szeretne majd átgarázdálkodni a Unicorns of Love északi jungle-ébe. Ettől függetlenül ugye Hirisang és Wardogs-ra még
mi őrszem nem jött ki, amivel nem lehet biztosan mondani, hogy ki, melyik ösvényre vándorol ki első nekifutásra. Az biztos, hogy Huni is Reignover a béka közelében van, de ezt sem tudja biztosan a Unicorns-at. Lább úgy, ahogy a Fnatic sem tudja azt, hogy ki, melyik ösvényre megy ki, Shiddisang, Warrax pedig már a felső ösvény fele megy, tehát a Unicorns of Love kezdeményezi az ösvény cserét. Nem véletlenül, mert hogy Huninak a Vladimirja iszonyatosan meggyőző volt az elődöntők során. Kétszer is hozta ezt a karaktert, és mind a kétszer rányomta a bélyegét az egész meccsre. Nem csak, hogy a saját ösvényét tudta még akár hátrányos helyzetből is visszaforgatni, de a csaták során viszont egyrészt megnövelte ugye az ultiával a bevitt sebzést, és ennek köszönhetően jóval könnyebben fel lehetett robbantani az H2K játékosai, de ami talán még ennél is fontosabb, az az, hogy a pocsolyáját és a zonyáját kihasználva ott tudott maradni a megfelelő célpontok közelében, és rájuk folyamatosan tudott támadást, illetve sebzést bevinni, és láthatjuk, hogy Kassadin reagál is, hiába gondolhatta azt, hogy hát esetleg ez tényleg egy AP vírus lesz, láthatjuk a lágyvért miatt ő is felkészült arra, hogy Power of Evil bizony egy második lövésszel vértezi fel a jót. Így van, ugye közben a felső ösvény a Huni felfel megy, aztán lejjebb megy neki, amíg a toronyánál nem érkeznek ki a minionjai, addig valószínűleg kevésbé fog kiérkezni tapasztalati pont távolságba, hogy megszerezhesse a minionoktól. A nagy kérdés az, hogy ezt mikor próbál valamilyen úton-módon majd beváltani valamire a Fnatic, hogy megpróbálnak-e majd akár négy fővel rajtaütni az alsó ösvényen játszó vízi csacsira, vagy pedig nem, vagy próbálják valahogy Hunit úgymond feltápászkodni majd csacsi mellé, mert Maokai is ugyanabban szenved, mint Vladimir, hogy nehezen jut tapasztalati ponthoz, és még farmhoz is. Ráadásul Maokainak ugye van lehetősége ezeket a bizonyos facsemetéket elhelyezni, és most már látni is fogja, hogy Huni bizony érkezik, és Reignoverrel együtt, úgyhogy Csacsinak szépen lassan fedezékbe kell húzódnia, mert itt baj lesz, Braum még nem ér ide. Így van, és megérkezik a négy fős rajt, és amit satszoltam is, Hellostar közben még bajban lehet, éppességre Csacsit megölik a saját tornya alatt, a négy fős Fnatic dozer az bevált. Megmondtam körülbelül fél perc, hogy ez a két stratégia van, Csacsit sajnos először ölik meg, és erre még válasz nincs a Unicorns of Love-tól. És kicsit fura is volt egyébként a döntés, ha Csacsi ott hagyta volna a tornyot, akkor igaz, hogy rengeteg XP-től és aranytól esett volna el, viszont ez nem került volna az életébe, és összességében ezzel a 400 arannyal lényegesen jobban járt a Fnatic csapata, ráadásul akkor ugye előbb-utóbb Hillisang is odaért volna Csacsi közelébe, így azonban nem csak Csacsi, de a játék első tornya is meg lesz. Így most erre válasz, hogy még mindig vár Ward az is frízeli valamilyen szinten az ösvényét, hogy nem es egyszerűség, hogy most már ebbe sárkányt is válthat be a Fnatic csapata. A őrszem éppessége van, tehát láthatják azt, hogy a Fnatic elindulhat a sárkány fele. A zsugyarággyilkosság Reignover el is kezdődik, Hillisang pedig érkezik, meg sújtást használt rá. Biztos, ami biztos mondta ezt, ugye Reignover. És Vordagzra várunk, hogy valamit lépjen. Jelen pillanatban a farma visszajött már ugye Steelbackhez képest, de a felső ösvényen nem tűnik semmi, csak Vordagz van kint és szólózik jelen pillanatban. Fagyasztani is fogja az ösvényt, amit kérdés, hogy meddig fog tudni fenntartani, mert hogy a Fnatic a torony döntés után csavarja újra az ösvényeket. Huni már itt van Csacsival szemben alul, és ugye érkezik Kalista, illetve Thresh párosa a felső ösvényre. Idéző képességei viszont nem csak Reignovernek, hanem Yellowstarnak sincsenek. Tehát ha esetleg, mivel Sivir mozgásából az következtethető, hogy Csacsi előbb-utóbb teleporttal fog a felső ösvényre visszatérni, ott lehet akár ölni is. És Ward az elindul a felső ösvényről, tehát a számításokat itt most már majdnem kimerném jelenteni, hogy most a Fnatic jobban számolt az első pár perc játékában, mint a Unicorns of Love, ugyanis nem volt válasz, és már Ward azért próbálnak valahogy azonosulni a helyzettel, az ösvénycsere vissza is tört, meg is történt újra és újra, viszont ha ebből kilép a Unicorns of Love, ugyanis kikiszis úton van már, itt van ugye az egész csapat, kivéve ugye Power of Evil mill középső ösvényen, akkor ebből előbb-utóbb valószínűleg sárkányra szeretne majd tovább haladni a Unicorns of Love, Huni van a saját tornya mögött már, neki pocsolyája van, Csacsi lép közben ki, ott a sújtás pluszban, Huni megkap minden, Huni, ha villan, akkor is meghal. Így egyenlít a Unicorns of Love, a torony viszont már így nem üthető, a minomi csak most jönnek meg, ebből el kell menni hozni. Az a legjobb választás a sárkány szere Unicorns of Love, mert a torony az majd dől később. Ráadásul Csacsinak hiába van teleportja a felső ösményre, egyelőre nincs értelme oda menni, nem is van sok minion a torony alatt, ráadásul Reignover is a közelben van, tehát ez képzelhető, hogy rögtön a teleport után őt megint megölnék a torony alatt, így viszont ugyan 2-1-re szépen lassan lehet majd módosítani a toronyállást, de a játék első sárkánya a 6. percben meg lesz a Unicorns of Love-nak. Erre ugye nem tud érkezni semmilyen forrásom Reignover, ugye neki még az ultia sincs meg,
de ha lett volna, és akkor is konkrétan alagutak sincsenek a közelében. Tehát ezzel élni nem tudott a Fnatic. A kérdés az, hogy ezek után milyen következő stratégia. Ugye lassan két torony hátrány lesz Unicorns, ennek a párosnak köszönhetően Steelback is elosztát csak a toronyért küzdenek, Rainover is itt van közben a háttérben, és próbál valamilyen utomódon, ha más nem, legalább rálátást biztosítani az érkező Unicorns a játékosok, akkor a Hunnira másodra jön ki a büntetés, a Hunnak teleportja van, a pocsia már kiment, Csacsi pedig még tankol, utolsó torony sebzés, ettől függetlenül Hunnira jó még a kávédásra a Hirisszangtól, Hirisszang viszont nem hal meg, így viszont jó. És az égetése az előző torony alatt Juni elkapás során nem ment ki, úgyhogy ezért megvan egy újabb gyilkosság, Kikisznek viszont már a második tornyot kéne védenie. Ajaj. Kikisz hiába érkezik meg, ő egyedül itt még viszonylag kevés tesz, túl sok sebzések ragasztnak, eleve nincsen még, főleg a tankig ragasztnak, hogy a minion hullámot rövid idő alatt le is szedhesse. Egy torrot hoz a Unicorns, le az alsó ősvény, jön a telepoblik Hunitól, és Huni már lemondott arról, hogy az alsó ősvény bármit csináljon, a Huni büntetés megvolt, de már 3-1 a torony különbség 7 percnél. 7 percnél. Nagyon gyorsan sikerült hihetetlen mennyiségű aranyra itt szert tenni a Fnatic csapatának, annak ellenére, hogy Huni le van most maradva farmban, ez a lemaradás egyrészt nem jelentős, másrészt pedig ugye a tornyok neki is biztosítanak egy jó adag aranyat, így a Csacsival szembeni lemaradását, ha rá tudnánk vetni egy pillantást az arany mennyiségre, valószínűleg nem is van egyébként Huni lemaradva ennek köszönhetően, és Power of Evil kapná most a rajtaütést, illetve a segítséget Kikisztől és Hillisangtól, de az a Kassadin ugye így, hogy már megvan hatos szintű, a villanása is elérhető, főleg így, hogy Sonarral, ráadásul Rainover kiszemeli Kikiszt, ebből nem lesz semmi. Jelen pillanatban Power of Evil több mint 14 milliónnal haladt Febivennel szemben, és az érdekesség az, hogyha elkezdünk matakozni kicsit, és a két tornyot majd valami Unicorns-nál bedolgozza, mert a külső tornyok minden bizonyal be fognak dőlni, és akkor lenne 3-3, akkor vezetne, mert mindez csak 700 aranyjal vezet a Fnatic, ugye aranyban a Unicorns-val szemben, ezt a két torony által érkezhető globális aranynak köszönhetően vissza is dolgoznál, szóval igazából semmi nincs elöntve, csak a map dominanciára próbál rálépni valahogy a Fnatic és azzal vissza büntetni a Unicorns of Love-ot. Viszont kihasználva az előnyét ennek a Varus választásnak, jelentős farm előnye van a középső ösvényen. Febiben, Yellowstar húzása pedig Hillisongra, jó, Hillisongnak villanása nincsen, a torom ugye nem lövi, de hárman szedték szét Hillisongot, már visszább is lépett Tikis és Csacsi is, jól tudták, hogy Hillisongnak meg kell ott halnia, és több vért nem áldozzak ezért. Szóval Power of Evil-nek farm előnye van, ráadásul nem is kevés, és be is tudta így már fejezni a Muramanáját, ami azt jelenti, hogy az alatt, az időtartam alatt, amíg vagy Maokai, vagy ugye Vordax-nak köszönhetően sikerül helyhez kötni valakit, ez alatt a rövid idő alatt akarja a maximális elérhető sebzést bevinni Power of Evil a célpontra, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a további tárgyak hogyan fognak alakulni az ő tarsójában, mert középsősvényes lövészváruszt már nagyon rég nem láttam. Nagyon rég nem láttunk, és ugye ez eddig elég merész választás is, ez is szintén arra alapoz, hogy a játék nem ezen szakaszában szeretne csillogni és villogni a Unicorns of Love közéső ösvény játékosa sem. A torony különbség ugyanúgy változatlan. Az első ösvényeken Unicorns of Love-nál van, tehát a 6% fizikai és varázssebzéssel a Unicorns of Love játékosai egészültek már ki egy új ideje, de körülbelül 2,5 percen belül érkeznie kell a következő sárkánynak, és az a kérdés, hogy arra Fnatic kilép-e, vagy hagyja a Unicorns of Love-nak mondjuk még egy toronyért cserébe. Időzítőjük ugye konkrétan nincsen rá, viszont sejtésük az lehet, hogy nagyjából mikor fog éledni a sárkány. Power of Evil leközben kiegészül egy kékkel, ami viszont Kassadinnak már egy foknyi megnyugvást biztosíthat, az, hogy befejezte a korok pálcáját még a 10. perc előtt, és ez így már ketyeg rajta, ugye a 20. percről már teljes pompájában fog tündökölni. És ahogy mondtam is, a sárkány számláló megjött, közben ugye már Yellowstar és Steelback váltotta le Kasszadint a középső ösvényen, szóval már Febiben nem szívesen veszi föl a harcot Power of Evil-el szemben, és emellett még ráadásul ugye a plusz farmban is van lehetősége még ugye Febibennek a felső ösvényen, a Unicorns le pedig megpróbálja bedózerelni azt a nagy betontömböt, jön hátulról majd Febiben, de az késő lesz, a toronnak be kell dőlnie, dolgozza vissza a Unicorns of Love szépen a hátán állt, Fabian pedig megindult lefele, aztán pedig vissza. Tehát így konkrétan még a Minion névét sem tolta meg, le sem érkezett, és semmi nem történt nála.
nem igazán tudott abszolút ebben részt venni. Huninak ugyan volt teleportja, de ugye ő sem indult el. Ennek köszönhetően, ahogy te is mondtad, 3-2-re módosul a toronyállás, és immáron csak 1000 arany lemaradása van a Unicorns of Love-nak. Egy perc múlva pedig érkezik a játék második sárkánya, és most Csacsi csatározhat egy kicsit Febivennel, ez azonban egy kicsit szélmalom harcnak tűnhet. Kassadint egy maokájjal biztos, hogy nem lehet egy az egyben megölni. Rainoverre pedig már elég lehet a sebzés. Ez fájdalmas, amit Pávörő már toll azzal a várusszal. Az érdekesség az, hogy az előbb, míg a torony döntés előtt Yellowstar kapott egy ugyanilyen kút várusztól. Én nem akarok hazudni, majdnem az egy negyed életerébe került az egyetlen egy szerencsétlen kú, ami a városból kijött, és oké, volt két szint különbség, ez tény is való, de azzal számolni kell. És ezek a várusz nyilvesszők egyébként kicsit hasonlóak lesznek Nidalee dárdáihoz. És ráadásul még ugye több embert is sebezhetnek egyszerre, tehát távolról fog tudni a Unicorns of Love az ellenfél életerejébe masszívan belenyúlni, és akkor, amikor már őnekik van lehetőségük kimenni, már pedig belefuthat a Fnatic megint abba a hibába, amit tegnap láthattunk az SK-től a harmadik meccsen, hogy nincsen megfelelő kezdeményezésük. Ott van egy Rainover Rek'Sai, illetve egy Febiven Kassadin, akik területi lassítást, illetve bénítást tudnának bevinni, de az kevés. Sárkány pedig van. Igaz, hogy nem süsű, de ettől függetlenül a Unicorns of Love megint teljes mértékben körbálja ezt a sárkányt, és ugye látjuk azt, hogy Rainover a felső esélyén felé halad. Csacsi a célpont. Ha már Huni 0-2-es, akkor csináljon Csacsiból is 0-2-t, mondja ezt a Fnatic junglere. Ettől függetlenül Csacsinak még problémái nincsenek, viszont tornya annál kevesebb. Tehát ha őt elkezdik kergetni a pálya felétől, akkor egészen hazáig fogja kergetni, amíg csak lehet, mindegy milyen betonfal lesz belőle. Szóval neki megfelelő rálátásra szabad csak kimenni az ösvének a közepére is. Power of Evil megy! A Kalista úti pedig kell Yellowstar megmentésére, egészen torony annál hajítja végül be. A két sárkány megvan, ezzel plusz toronyra való sebzés kapott már a Unicorns of Love 5 játékosa. Igen, és ezek a nyilvesszők továbbra is takarítanak ugye Power of Evil-től. Kíváncsi vagyok, hogy hány jelzője van jelen pillanatban azon a Muramanán, mikor fog átalakulni, ugye nagyjából, hát, Várusznak jelen pillanatban nagyjából 250-300-ra tenném, és megint felvűjön a célpont. És jó, igazából a lámpás, a Ragaszúdi pedig már sajnos így mögé érkezik. Dupla TP. Jön Huni, és aztán pedig majd Csacsi szintén, és igazából Huni a célpont még. Warlockson ott a Vladimir ulti, neki túl sok életre nincsen, gyógyítása pedig még van. Febiven befele nem tud jönni, és jön Steelback is, Rainover egyszerre fordul vissza Unicorns of Love, Rainover meg fog halni, az első gyilkosságit megvan, így is megfele még Hidisang tovább, a Braum ulti még csak most jön ki, Yellowstar-nak jó a húkja, meghal Hidisang, és a Unicorns of Love nem követi már tovább a Fnatic-et, egy-egyes csere, Steelback még próbált szépen kájtolgat a Unicorns of Love-ra, de ez valószínűleg már csak Yellowstar húzásán múlhat, viszont neki villanása már nincsen, Huni pedig jönne be, kap két Schallert, aztán pedig fordul vissza Boomerang az mellé, több gyilkosság nincs. És így maradt 3-3 az állás, nagyjából továbbra is 1000 arany a Fnatic előnye, viszont sikerült ugye egy gyilkosságot megint elhozni a Unicorns of Love-nak, és ami látható volt, megfelelő kezdeményezési lehetősége nincsen a Fnaticnek. Ha Rainover nem tud magabiztosan a levegőbe repíteni több embert, a Unicorns of Love pedig tud reagálni, akkor láthattuk, bent ragadt Rainover, és őt el is tudták hozni, az más kérdés, hogy utána még mentek előre, és ez már hibának tűnt. Gyönyörűen áll meg Hillisang, és így őt nem látja Rainover. A vörös Cedar hátra használta ki Rek'Sai az ultiát, hogy minden hamarabb ide érkezzen, de már ugye Csacsi is itt van, Power of Evil jöhet lentről, fentről pedig érkezett Wardogs. Nem lesz vörös Cedar hát buff lopás a Fnatic csapata által, egy torony hátra a Unicorns of Love-nak még mindig van. Power of Evil 7-7 országon is túl van már farm ügyileg Febivenhez képest, Yellowstar pedig kergeti egy csemete, és jön mögötte még 3 Unicorns of Love játékos, viszont Power of Evil még a középső és milyen kit farmol, ő egyenlően nem tervezi azt, hogy érkezik a többi játékoshoz, a külső tornak döntésén viszont gondolkozik a Unicorns of Love teljesen jogosan. Igen, ugye Huninak a teleportja most nem elérhető, tehát ő sem fog csatlakozni, Kalista viszont már ide tart, annak a toronynak pedig még majdnem teljes életereje van, úgyhogy ebből toronydöntés nem lesz, viszont 2 darab mindent látó őrszemet kikémlelt az a fa csemete, amit akár majd el lehet takarítani busás arany reményében a Unicorns of Love-nak. 1500-nál most már több a Fnatic arany előnye, még mindig van egy torony, amivel ők vezetnek, viszont a 2-0 sárkányállás cserébe egészen biztató lehet. A bajnak választása már el is pontok az, hogy minél tovább halad a meccs, annál jobb és kényelmesebb lehet a Unicorns of Love-nak a csapat küzdelmének majd a kimenetele.
Tehát amíg ők úgymond az arany különbséget nem szorozgatják össze-vissza-vissza és pluszba is, mindenki már rossz irányba, akkor nincs baj. Ha ezt tartják és bebedöntögetik a külső tornakat és ott vannak a pálya több részén is, akkor a játéknak a második fázisában már biztos, hogy Unicorns-ok annak jobb csapatküzdelmi lehetősége vannak. Nagyon azon lesz a hangsúly, hogy Power of Evil milyen gyorsan eltakarítható, mert ugye Sivirnek van lehetősége azért még valamennyire a pajzsával korrigálnia, nem véletlen, hogy villanás és gyorsítás van Power of Evil-nél, minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy valahogy távolságot lophasson az őt kergetőktől, mert hogy ő az egyetlen olyan célpont a Unicorns of Love oldalán, akit nagyon megvédeni se lehet. Braumnak sok lehetősége erre nincs, max a pajzsal tudja Kassadin, illetve Kalista dárdáit lefogni, de Hunit és Reinovert nem lehet távol tartani majd. A Rek'Sai ultikon pedig néha fel-fel kapjuk a fejünket, hogy mégis hova mehet, de tipikus az a karakter, ez a Rek'Sai, hogy ő hazamegy és ő a rustadög kategória. Tehát hazamegy és majd szépen ultival kimegy, ahova neki megfelelő, nem feltétlenül egyből. Hoppá! Reinover pedig elkezdi büntetni a Unicorns of Love. A kávadás ugye Braumtól jó, így Reinover volt és nincs fél percig. Nem az, hogy sújtás nélkül, de még Reinover nem is tud olyan gyorsan kijönni, mert nem még használta el az ultiját. Bizony, ebből pedig tornyot kellene dönteni a Unicorns of Love-nak. Csacsi a felső ösvényen tartózkodik, neki a sárkányra a teleportja már elérhető lesz, tehát nyugodtan haladhat előre. A többiek pedig a középső ösvényen próbálkozhatnak a torony közelébe jutni, és a legnagyobb farm különbség jelenleg az asztalon még mindig a középső ösvényen van, ahol kerek 40 millionnal vezet Power of Evil Várusszal. Nagyon-nagyon-nagyon sok, és lassan félek, hogy a végén még a következő szezonra azt mondják, hogy majd milyen jól farmolsz Várusszal, Evil, akkor mész lövésznek, fiam! Ezt kiküldik borrazott középre, akár nem, valószínűleg nem, de ettől függetlenül dőlt, az a külső torony, amiről sokat-sokat beszéltünk, és most kell ránézni az arany különbségre, nincs! Bizony, és a Fnatic több játékosa megint le van maradva, Steelback és Yellowstar szépen lassan azért közelít, így a Unicorns of Love takarodót fúj, teljesen megelégszenek most ezzel a toronnyal, illetve tudják, hogy 24 másodperc múlva a játék harmadik sárkánya is éled. 18 percnél járunk, és 18 és fél percnél tényleg már lesz sárkány, viszont most ugye, mivel Reinover most a középsősén áthalad, ezt el tudja kezdeni a Fnatic időben, azt a sárkányt el is hozzák, el is tudják hozni, akár a tornyot, akár a sárkányt. Kérdés, hogy mi a terv, és próbálják-e még a sárkány után mondjuk kergetni a Fnaticet a Unicorns of Love játékosai. Egyelőre a középsősén felé halad ki az egész brigád, most vágják le a kanyart, és próbálnak hamarabb kiérkezni a sárkány felé. A sárkány még nincs elkezdve, szóval küzdelem lesz a sárkányért. A Fnatic első sárkánya, az a Unicorns lenne már a harmadik sárkánya lenne, azzal pedig plusz mozgási sebességet tudhatna maga mögött minden egyes póniló, a sárkány pedig kezdi a jól. Huninak pedig hiába van teleportja, a megfelelő őrszem, amire lehet jönni, nincs a közelben, ott van viszont hátul. És jön hátul a Huni először, akinek ugye így azonnal pocsájába kell kezdeni, és neki még homokórája nincsen, Huninak kapás érkezik minden, amit csak lehet. Reinover jön még hátul, Csacsi még a betonfalat játsza, viszont most hal meg. Power of Evil-re kiebb kellett jönni, közben villanás ettől függetlenül még van. Reinoverben van négy unikózatlan játékos mellett még. Kettősgyilkosság Huninak, Power of Evil nem tud annyira hozzászólni a küzdelemhez még. Sebivenre próbál fordulni, nem lesz elég, villania kell. Reinover pedig jöhet, jön mögötte ugyanúgy még Steelback, és az viszont fáj, és Power of Evil elhoz a Steelbacket, közben wow, lövész párbaj, közben a Q ettől függetlenül mellé, jön mögötte még ugyanúgy Sebiven is, mi a terv, Power of Evil nem elég. Nincs több gyilkosság, 6-5 a Fnaticnek. És még Vordax is bajban. Vordax is bajban lesz, Kikis nem tudja már megmenteni, Kikis meg fog halni, viszont jön Csacsi valahogy korrigálni még ezen, Huni azonnal állt, hogy pocsolyába, hogy Csacsi pedig még megpróbált menni, a lámpás viszont jó Yellowstar-tól, a sárkányt megvitte a Unicorns of Love, de rosszabbul cserélt, mint a Fnatic. És eddig mindenki azon lovagolt, hogy Huni a magyar, hát Várusz visszafele nyilaz. Ennél nagyobb bizonyíték arra, Power of Evil a magyar. Nem, ő csak a magyar. Csak Csacsi a magyar. Sem. Okay. Power of Evil az igaz magyar. A sárkány meg lehetett szakítani. A Unicorns of Love csapata fog lényegesen hamarabb odaérni, főleg így, hogy egyelőre ugye három játékos a Fnatic oldaláról még a kezdőn van, ne felejtsük el azért, Reinover tud érkezni az ultiával megint viszonylag gyorsan kifele. A harmadik sárkány azért kellene akkor, már lehetne lépést kikényszeríteni a Fnatic csapatából, így azonban a 21. percre majdnem 5000 aranyra lesz már tehető az előny. Így van. Közben a sárkányon megint csetepaté van. Attól hirtelen hirtelen visszajátszás, de nem. Azért kellemetlen lett volna. A Fnatic ugye most már teleporton nem rendelkezik Huni sem.
csacsicsem. Fabian pedig az alsó ösvény felé halad, lehet lemondanak a sárkányról a Fnatic játékosok, nem csak visszafordul Fabian végül, fél életerő alatt már a sárkány, most vál le a sárkány Unicorns játékosairól, még mindig ölhető a sárkány, Fabian arra várt, hogy megkapja a zöld lámpát, kikiszlelt még bajban, és azonnal mozdul rá az egész Unicorns up le, viszont Fabian kijön villani a kellett, lehet fordulni, kikisz pedig elhozza a sárkányt, így nincs sárkány a Fnatic csapataja számára, így még a ez a bizonyos 6% plusz sebzés sincs meg a Fnatic csapatjátékosai. És kihasználva Csacsi igaz dicsőségét, azon nyomban lehetett takarodót fújni, a megnövegedett mozgási sebességgel el lehetett húzni a csíkot. Nagyon szépen fordult a Unicorns of Love egyébként, egyből érkezett Power of Evil ultia, volt azonban villanása még Fabivennek, és így tudott korrigálni. Ugye amíg neki az anya homokórája nem lesz elérhető, közben ne részválasztás a Fnatic csapata által, viszont érkezik rá az egész Unicorns of Love brigád. Őrszem még nincs, most már ránátás éppenséggel volt, a Fnatic nem akar leszállni a baradnasorról, jön a ragasz ulti közben, nem fog menni, de bemegy érdekes kész, és elhozza a baradnasot a Unicorns of Love, és így lehet nyugodtan küzdeni. Fabian bent ragad közben a Unicorns of Love játékosai között, levadászák még hátulról Hunit is, 2-0-át cserél, és baradnasot lop. Már az első meccsen a Unicorns of Love. De még ha nem is lopták volna el a nasort, a Fnatic nem értem, hogy miért erőltette ennyire a nasort. Lent volt Rainover, kevesebb, mint fél életerőn, mikor belekezdtek, és muszáj volt más karakterekkel tankoltatni így nasornak a sebzését, Power of Evil-nek és Wardax-nak a boomerang nyilvessző kombói pedig eddig is akkorát téptek, ami kellemetlen volt. Hát még így, hogy jóformán statikus célpontokat lehetett lőni, ebből így a nasorral inhibitor torony van, Rainover pedig kerít. Próbál kezdeményezni hátulról az ultiát kihasználva, de ez így még kevés. Fabian pedig, aki viszonylag gyorsan tudná kergetni Unicorns of Love játékosait, még a közelben sincs, szóval nincsen plusz lassítás. Hát Fabiventől ez fügy-fügy volt most. Semmi haszna nem volt. Jó, az ultiát elhasználta, de ebből a pingek már az alsó ösvényre érkeznek. Igen, Rainover. És itt lehet majd látni. Folyamatosan üti még mindig a nasort a Fnatic, annak ellenére, hogy megevett Huni már egy újabb adag sebzést. És nagyon szép egyébként a nyilvessző Power of Evil-től, de a sebzés nem elég, Fabian viszont bent ragad, mert hogy rá minden egyes képességet elhasznál a Unicorns of Love, Fabian bepróbált ugrani a nasorra, hát ha ő tudja azt befejezni, ez azonban az életébe kerül. Hulinak leszakadt konkrétan hátul a szoknyája, míg a város ulti is talál, Huni meg fog valószínűleg halni, homokórája viszont van, ne felejts el senki, homokóra jó, de Huni onnan kijönni már szinte lehetetlen, hogy kijöjjön, meghalt megint egy játékos a Fnatic-től, Yellowstar, aki tudna kezdeményezni, el kellett használni a gyújtást Silvernek ahhoz, hogy menekülhessen, de Hiniszak azt mondta, hogy nope, akkor jövök én is, Kalista ulti megy, de nézd meg mit tép, Power of Evil hátulról. Az wow. Igazi huszárvágás, egész pályás nyilvesszővel agyon lőni azt a Kalisztát. Kalista amúgy nem tudom, hogy miért halt ebbe bele, hát már 4-5 dárda amúgy is áll ki belőle, egy ötödik nem tudom mit ártott, de megvan a játék első inhibitora is a középső ösvényen. Ne felejtsük el, az a torony bedöntés, az most már jóformán csak taktikai előny. Például Rainover, te mit csinálsz? Rainover bajban lehet, neki ugyan villanása épessége van, Hiriszang léphetne be elé, de ezért már toronyánál nem érdemes venni, főleg a Rainoverért, hogyha Tebiben vagy Steelben lett volna a torony, azt mondom, hogy még okay. De a Rainoverre nem hinném, hogy a legjobb momentuma lett volna a Unicorns ellen bemozdulni, de az inhibitor megvan. Toronyban vezet a Unicorns of Love, innentől kezdve náluk az előny is, Yellowstar lehet még így bajban, a húzás jó, de mire leérkezik onnan bárki a Fnatic-től, Yellowstar meg fog halni. Yellowstar hallott, Huni pedig jönne be, a pocsolya jó, a Vladimir ulti hátul, Power of Evil még éppenséggel fájhat, de nem elég, most jön meg még csak Heavy-ben. És Rainover oldalra próbálna még valahogy bejönni, de az csekély, Wardax meg levadászak az a hátulról, még Hurit is bejön igazából Rainover, de minek azonnal szét porlatunkat a Kitin pánciával együtt, Steelbe pedig már csak hátulról lövöllözik, de ide lépni a torony közelébe nem tud. Már pedig Power of Evil abban a pillanatban, hogy szerez egy támogatást vagy egy gyilkosságot, olyan mennyiségű támadási sebességre tesz szert, amivel nem tud mit kezdeni a Fnatic, és ez a kombó, beszéltünk róla, nincs kezdeményezés. Ha nem egyszerre indulnak meg, akkor elhullanak. Ennek még egy torony az ára, és meg lesz az alsó ösvény inhibitorja is. 25 perc alatt a Unicorns of Love az LCS tavaszi szezonjának a döntőjében. Még alig kezdtük a Rainover. Két inhibitor benöntött a Unicorns of Love, Rainover jönne be hátulról, de az még csekély, Huni bent van megint pocsájában, homokkora neki éppenséggel van, Hiriszang lép vissza, Power of Evil lehet hátul bajban, de mindig él. És dobál már oldalon Kikisz. Ulti a Kikisznek még nincsen, Rainover pedig már vissza is kell, hogy forduljon, mert az fáj, és a középső ősélyen pedig már a szuper minionok mennek.
töretlenül előre, és még ott fent is mennek a minionok, a Fnaticnek védekeznie kell. Kiment Rainover ultia, és Huni teleportja arra, hogy sikerüljön csapdát állítani. Minden Fnatic játékos ott volt, és még így sem sikerült senkit sem befejezni. Ez pedig innentől már kezdi azt jelenteni, hogy a játék negyedik sárkányát föl fogja teljesen adni a Fnatic, mert nem mozdulhatnak ki két ösvény szuper minionjai miatt a bázisról. Ha megvan a negyedik sárkány, onnantól kezdve a Unicorns of Love diktálja teljes mértékben a tempót. Ők fogják megválasztani, hogy mikor és hol legyenek a csaták, illetve rákényszeríthető a Fnatic arra, hogy kimozduljanak a bázisról, márpedig Huninak a teleportja az éledő nasorra sem lesz még elérhető. 7-12, 26 percnél mínusz 2 inhibitorra beszélünk a Fnatic csapatánál. Egy rangadó meccsen vagyunk, egy döntőben vagyunk jelen pillanatban, és konkrétan minden számomra csak ránézek a monitoron, bődületesen óriási. A különbség is... 20 másodperc múlva jön a sárkány. Az is... Kösz szépen. Egyre kisebb. Egyre kisebb. Az első szám, amit csökken. Sőbbi két perc a paradnasor, és jön... Az is csökken. A rájátosok valamint tudnak, milyen szép számokat belepakolnak közben nekünk is. Jön az IP Apacs Bújolcska, Unicorns of Love-tól, ahogy mondta, recéljük van betörni most már a felső ösvűjén is, akár Rainover, a Nexusig is. Rainover pedig sárkányt szed, hogy legyen már végre sárkány a Fnaticnek, de mi az Istennek, kedves Rainover, mert nem azon a sárkányon múlik, a Unicorns of Love pedig megy tovább, töretlenül elhozza a felső ösvű inhibitorját, védő tornyát is, szabad az inhibitor, és Rainover pedig küzd a sárkányon, kigászi háború a sárkánynál, ja nem, Huni pedig még a lámpásra kimozdul, az inhibitor pedig megvan, három inhibitor a Unicorns of Love-nál, már be van törve a Fnatic csapat a romokban, ott a Brahmulti, Femiben pedig volt és nincs, Villani sem tudott, Vornax pedig lép be, de nem elég a sebzés még hátul, Huni már lép a saját tornya mögé, Csacsi pedig jön be, a homokúra jó, de Huninak meg kell halnia, ott van rá a vírus, a szivír, a bumeránk, bármi mehet, csak ha kijön a pocsajába Huninak, ha valaki vadászta le a nyakát, Steelback lép még vissza, Yellowstone és Steelback a Nexus mellett a kezdőn próbálnak életerőt regenerálni valahogy, hogy túléljék, 28 perc alatt a Unicorns of Love szétverte a Fnatic csapatát, ennél jobb kezdés nem is nagyon lehetne konkrétan. Kifejezetten meggyőző teljesítménnyel. A kezdeti 1-2 csuklás után a Unicorns of Love, mivel rendezte a sorait, lehetett látni, hogy a Fnatic, ha nem tud kezdeményezni, ha nincsen egy ember, akit felrobbanthatnának viszonylag gyorsan, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a csaták későbbi szakaszában, ami viszont ennél is furább. Vázolnám neked, hogy hogyan zajlott az utolsó csata. Tehát így, hogy milyen lehetett az a mic check, ami ott éppen lezajlott így. Steelback elindul a, illetve hát Rainover elindul a sárkányra. Fiúk, fiúk, tartsatok ki, hozom a sárkányt. Fiúk, fiúk, fél életerőm van, fiúk, fiúk. Ja, hogy már nem él senki. Mert hogy közben a Unicorns of Love az eddig, tehát eddig is láttuk, hogy ha mind az öt ember öt van, és sikerül jó csapdát állítani, sem biztos, hogy a Fnaticnek van elég sebzése. De ha Rainover nincs ott, ha a meglévő CC több mint fele hiányzik, akkor a Unicorns of Love azt csinál, amit akar három ilyen tankos karakterrel. Jerosár egyetlen egy karakter a Fnaticnél pont a végén is, de amúgy is, aki Isten igazából tudta volna bárkit is berángatni megfelelően, hogy kezdi mi ezzel a Fnatic csapata, de hogy Rainover a sárkánynál mit gondolt, mi járt a fejében akkor, hogy a sárkányt elhozza vagy nem, konkrétan én sem értem, hogy miért. Miért volt az jó, mert nem azon múlott, nem. Drága Arvil, hogy egyáltalán a sárkányt elhozza a Rainover a Fnaticnek, vagy pedig nem, már nem azon múlott. Már abszolút nem azon múlott. A lépés előny egyértelműen a Fnaticnél volt, arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a reakció akkor a Fnatic oldaláról. A dzsungeles választás volt az, ami teljesen egyértelműen elhalt Gragasszal szemben, nem volt megfelelő kezdeményezés, és nem egyszer láttunk olyat, hogy akár Febiven, akár Steelback repül visszafele a Gragasz hordó miatt, onnan pedig meghalt. Tehát vagy egy Lee Sin kell, amivel Kalista lényegesen jobban védhető, hogyha már ilyen harcos kiegészítésben gondolkodik a Fnatic, vagy egyszerűen át kell állni nekik is. Sejuani, Zek, akármi, de a tankosság kell. Hát meglátjuk, mi a szót visszaadjuk az analyst desknek, ahogy nézem, és hamarosan jövünk vissza a második meccsel, senki ne menjen sehova, és reméljük, hogy a technikus kollégák sem fogják elrontani, és nem jön vissza a spanyol nyelv, maradunk a magyarnál, mindenkinek kellemes, jó pihenés, és addig 5 perc szünet van szerintem maximum, és jövünk vissza a következő meccsel, sziasztok addig is! Out, Hillsong, we've sung his praises throughout the quarterfinals, the semifinals, double.